szállók szóba kerülnek, akkor jellemzően tél van. Úgyhogy eljöttünk most Zsapka Attilához, a Székesfehérvári Krízis Kezelő Központ vezetőjéhez, hogy megkérdezzük, mi a helyzet tavasszal a hajléktalanokkal, hiszen ugye a tél az csak egy negyed része az évnek, és gondolom, hogy a másik három negyed részében sem áll meg az élet. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni, és akkor a kérdés ez is. Lássuk a tavaszt, mik a kiemelt feladatok mostanában? Hát azért még a tél nem ért véget, tehát a mi kiemelt időszakunk november 1-től március 31-ig tart. Az összes olyan pályázati programunk, ami a téli időszakra való felkészülést jelentette, tehát amit tavaly nyertünk el, az mind szinte kivét, hát van egy-két kivétel, az még júniusig tart, tehát március 31-ig tartanak a teásjárat, a nappali vacsoráztatási program, vagy mentálhigiéni és egészségügyi programok, úgyhogy nekünk még hivatalosan nem ért véget a tél, de az biztos, hogy már érezzük az enyhülést az időjárásban, illetve abban, hogy azért az időszakos férőhelyre, ami ugye egy plusz 20 férőhelyes a nappali melegedő éjszakai nyitvatartásával, tehát kevesebben jönnek be. Könnyebben kimarad már néhány olyan utcás emberünk, aki eddig bejött a tél miatt, és hát ugye ez ahogy jönnek a melegek, a tavasz, valódi tavasz, akkor ez még jobban csökkenni fog a kihasználtságunk, hiszen kimaradnak nappal, esetleg a bátrabb néhány ember az már éjszakára is kimarad és próbál visszamenni a saját helyére, vagy keres olyan helyet, ahol meg tudja húzni magát. Tehát a szabadság az biztos, hogy jó néhány hajléktalan esetében az erősebb, mint hogy itt maradjon az intézményben. Ezzel együtt gyanítom, hogy ez csak azt jelenti, hogy maga az intézmény kevésbé kihasznált, de ettől még az ellátottak száma nem csökken, csak áthelyeződnek a hangsúlyok. Hogyne, hát az biztos, tehát így van, tehát az utcai munka az most ebben az időszakban kiemelt volt, tehát a téli időszakban. Szerencsére mondhatjuk azt, hogy enyhébb volt a tél, de nem volt annyi bejelentés, vagy intézkedés, vagy olyan eset, amiért tehát azonnal kellett volna intézkedni az utcai szolgálatnak, de mégis azt el tudtuk érni, hogy mi azért készültünk mindig az utcai szolgált segítségével, hogy mindig többen jöjjenek be, lakókonténert nyitottunk, ami már az elmúlt években is biztosítva volt az utcás embereknek, hogy kulturált körülmények között mégiscsak bejöjjenek és a szállást foglalják el, hiszen nem csak ugye a szállást akartunk nyújtani az embereknek, hanem itt lehet emberi körülmények között egy ilyen intézményben ügyintézést biztosítani, okmányokat beszerezni, szociális munkát végezni, egyáltalán, hogy valami változás álljon be pozitívan az ember életében, aki ezt elfogadja, ezt az intézményes ellátást. Tehát, hogy azért a tél emiatt, hogy is mondjam, tehát néha furán hangzik, de jól jön, reméljük, hogy nem történik semmi baj, de ilyenkor lehet azokat az utcás embereket megszólítani jobban, közelebb hozni az intézményhez, illetve az íróasztalhoz, a beszélgető, az interjúszobákhoz, amikor lehet velük dolgozni és beszélgetni és ügyet intézni velük. Még valami az, hogy ti az elmúlt időszakban, elmúlt években nagyon nagy hangsúlyt fektettetek a kulturált környezet megteremtésére, az infrastruktúra fejlesztésére, az növelte a bizalmat a kríziskezelő iránt? Hát ez egy jó kérdés. Az biztos, hogy azért még a menedékhelyen van mit javítani, tehát hogy ott azért tömegszállás jelenleg működik, 10-12-16 ember él egy ugye, épületben. Ugye de itt az... ha minden tökéletes lenne, neked akkor is lenne ötleted. Persze, oké, csak hogy ott azért még éppen remélhetőleg fejlesztés alatt áll ez az alacsony küszöbű intézmény, tehát ahol nagyon könnyen be lehet jönni, éjszakai elhelyezők biztosít. Tehát, hogy a komfort érzet, tehát, hogy az ember jobban érzi magát egy környezetben, biztos, hogy nagyon sokat számít, hogy akkor be fognak eljönni, illetve hogy ott tölti az éjszakát, de az biztos, hogy nagy mértékben függ a benti közösségtől, mert ugye mindig azt szokták mondani, nem csak a mi intézményünknél vetődik ez fel, hanem országosan, hogy azért nem jönnek be, mert itt lopnak, mert itt kötekednek, nem érzi jól magát, mert hogy nincs meg az a komfort érzete. Tehát ettől még lehet jó minőségű szállást csinálni, hogyha nincs meg az a szociális munka, az a környezet, ahol azért az ember félre tud vonulni. Tehát ugye az a cél, hogy a lényeget érjek, hogy olyan 1-2-3-4 ágyas szobákat tudjunk majd a jövőben kialakítani,
ahol valaki azt igényli, hogy a barátjával, vagy egyedül, vagy egy pár társával, akikkel könnyebben el tud lenni egy szobában, vagy akár egész nap, akkor ilyeneket alakítsunk ki, mert ez biztos, hogy vonzóvá teszi az intézményt, hogy akár tartósan, ne csak téli időszakban, hanem folyamatosan egy intézményben éljen valaki. Mert hogy nagyon sokan azért rákényszerülnek, hogy intézményekben éljenek, és nem mindenki tudja sajnos a jövőben sem megteremteni az önálló életvitelt, nem csak az alkohol miatt, nem csak az anyagiak miatt, hanem azért, mert nem szocializálódott arra az életvitelre, hogy önállóan berendezkedjen, hogy fönntartsa magát, hogy gondoskodjon magáról. Tehát, hogy ilyen típusú szállásokra, ilyen szobákra, ahol akár mondhatnám a páros szobákat is, ami a női szállón pár éve kialakítottunk, ezek népszerűek tudnak lenni, de még nagyon az elején tartunk. Tehát ilyen jellegű fejlesztésekre biztos, hogy szükség van azért, hogy népszerűbb legyen az intézmény, és többen bejöjjenek tartósan. De hát ezt próbáljuk ugye megvalósítani, a fenntartó ebben remélhetőleg partner lesz, ahogy eddig is.